Új év hajnalán a szomszédját szúrta mellkason egy férfi kajdacson. A kora reggeli órákban érkezett a bejelentés a rendőrséghez a bűncselekményről. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai a helyszíni adatgyűjtés eredményeként azonosították az elkövetőt, akit elfogása után gyanúsítottként kihallgattak, őrizetbe vettek, majd indítványozták letartóztatását, amelyet a bíróság a mai napon elrendelt. Közlekedési balesetekből is volt bőven Tolna megye útjain. Szilveszter napján a reggeli órákban egy 68 éves mohácsi férfi Alsónyékről kanyarodott ki az 55-ös számú főútra, amikor az állj elsőbségadás kötelező tábla utasítása ellenére nem állt meg a kereszteződésben, és a Pörbő irányából Bátaszék felé közlekedő járműnek ütközött. Az autók összeütköztek, a baleset következtében a személyautó jobb első utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítása közben elhunyt. A személyautó hátsó ülésén utazók súlyosan, a járművezetője könnyebben sérült. Ugyanezen a napon Döbrökközön egy 22 éves férfi közlekedett az Újtelep utcában, ahol egy vasúti átjáróhoz érve az ott elhaladó tehervonatnak ütközött. A vonat a személyautót a vasúti átjáróból kilökte, a járművezető az autóból kiesett és a helyszínen meghalt. Az átjáróban a fénysorompó jól működött, tilos jelzést mutatott. A balesetek körülményeit a rendőrség vizsgálja. A hétvégén további 7 anyagi káros baleset történt.